Szinte minden atlétikai számban megmérettették magukat a résztvevők a Szekszárdon először megtartott speciális szakiskolák országos találkozójával egybekötött atlétika tehetségkutató versenyen. A Fogyatékosok Országos Diákszövetség által szervezett megmérettetés célja, hogy a fogyatékkal élő gyerekeket sportolásra ösztönözzék, hiszen a sport lehetőség is egyben kivezető utat jelenthet, amely célokat jelöl ki, tartásra, kitartásra ösztönöz. Az ország számos pontjáról érkeztek diákok, akik négy csoportban 8 versenyszámban mérték összetudásukat. Ad egy tartás, mind a sport maga, ad egy közösséget, mind a sport maga, ad egy lehetőséget a gyerekeknek, hogy megmutassák legjobb tudásukat e versenybe, hiszen a mai versenynek is az a lényege, hogy mi szeretnénk, ha ezek a fiatalok közül a legtehetségesebbek, és az edzőik, akik éppen a legjobbak, egy sport életpályát el tudjanak indítani. Szőke Gergő, a Szekszárdi Sportközpont igazgatója elmondta, hogy szinte az összes szakág rendezett már náluk bajnokságot, mégis külön öröm, hogy eleget tehettek a FODISZ felkérésének, és otthont adhattak ennek a versenynek. 2-300 közötti létszámmal indult el a verseny. Az ország minden területéről érkeztek versenyzők, főleg szakiskolák vannak bekötve, de felnőtt versenyzőket is várunk. Nagyon fontos a fogyatékkal élők számára, hogy legyen egy fórum, mint amilyen ez a mai verseny is, ahol bemutathatják a legjobb tudásukat, és bár nem mindenkiből lesz bajnok, mégis az edzések és a versenyek által a sport beépül a mindennapjaikba, ami hozzásegíti őket ahhoz, hogy minőségibb életet élhessenek.